Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ahogy az előző adásunkban láthatták, már a moldovai Csángó földre kalauzolt el bennünket Mihály Szende Anna Mária és Csorba Dária. Folytatjuk ezt a beszélgetést, hiszen míg ők Bákó megyei Gerlányhoz közeli Lészpedről érkeztek hozzánk, a mostani vendégeim pedig szintén Bákó megyéből, Csíkfalváról jöttek, és moldovai Csángó ők is, akik ugyanabban a csapatban érdekeltek, hiszen Velencén a Székesfehérvári ifjúsági táborban voltak, és meglátogatták természetesen Székesfehérvárt itt a napraforgó táborban, ahol egy nagyszerű délelőttöt tölthettek azok a székesfehérvári gyerekek, akik még nem láttak és nem hallottak Csángó hagyományos dalokat. Azt hiszem, hogy ez egy csoda délelőtt volt. Most azonban beszélgessünk egy kicsit arról, hogy ez a történelmi régió, és bemutatom vendégeinket, László Klaudiát és Lázár Evelint. Egy pedagógus dolga nagyon-nagyon nehéz, azt hiszem, hogy egy ilyen helyen. Bákó megye hírlik nekem, hiszen nagyon-nagyon fontos, hogy az a fél ezer ember, aki magyarnak vallja magát, és magyarként gondolkodik, és magyarul szeretne beszélni, az bizony Moldvában nehéz helyzetben van. Igen, valóban, tehát Csíkfalu Bákótól még 30 kilométerre fekszik, és sajnos azok a faluk közé tartozik, ahol csupán az alsó tagozatban tanulnak a gyerekek hivatalos magyar órákon. 5. osztálytól fölfele már csak a magyar háznál Csíkfaluban soha nem is volt magyar állami iskola, ott már a szüleik is csak románul tanultak. Úgyhogy ezért egy picit nehezebb. Ennek tükrében hogyan lehet megőrizni a magyar nyelvet? Én mindig gondolkodom, hogy ez tényleg egy küldetés a maguk részéről, ami becsülendő. És mi el sem tudjuk képzelni, hiszen számunkra természetes, hogy magyarul gondolkodunk, magyarul beszélünk, ahogy Kallós Zoli bácsi mondja, hogy addig vagyunk magyarok, amíg magyarul énekelünk és magyarul táncolunk. Most az utóbbi rendben van, de énekelni, beszélni már kicsit más. Igen, én Székelyföldről, Farkaslakáról származom. Ez volt az első évem a moldvai Csángó gyerekek között, most tanítok először, és én sem úgy képzeltem el, nem azt képzeltem el, mint amibe csöppentem, és nagyon gyorsan rájöttem, hogy ahhoz, hogy ezt valaki csinálni tudja, ahhoz hivatás kell. Ezt nem lehet csinálni a pénzért, nem lehet úgy csinálni, hogy van egy adott óraszámom, azt letanítom, és onnan tovább hátradőlök. Nagyon-nagyon sok idő és nagyon-nagyon nagy lélek jelenlét kell ahhoz, hogy ezt csinálni lehessen. És azt hiszem, hogy éppen azért, mert az ők szüleik vagy nagyszüleik sem tanultak magyarul, éppen ezért azok a gyerekek, akik állandónak megmaradnak, és akikkel lehet tanulni, megdolgozni az iskolában, akik ezt tényleg szeretik. És ez egy picit könnyít a csíkfalusi oktatás. Klaudia, te hogy kezdted, hogy jutott eszedbe, hogy magyarul tanulj? Én 7 éves voltam akkor, és volt egy barátom, melyik mondott nekem, hogy menjen órára. És 2 volt nappal, és gondoltam, kiszesüli, hol mész, milyen órára? Mondta, hogy magyar órára. És nem tudtam, akartam én is menni. És akkor elmentem vele, megláttam, beírtottam magamat. Édesapám is nem tudta, mikor visszamentem. Akkor megmondtam, hogy voltam magyar órára. És mondta, hogy jó, akkor bárhol most tanulsz írni és olvasni. Örvendtek, hogy elmentek. Értem. És mit szóltak a barátaid? Örvendik, ők is. Tehát ők is járnak magyar órára. Ez egyébként általános, hogy egyszer csak fogja magát az ifjú hölgy, és akkor azt mondja, na most akkor elmegyek magyar órára. De hála Istennek mondom ám én. Ez egyrészt igen, másrészt nehéz. Tehát a pedagógusnak azért nehéz, mert fakultatív. És hogyha nem sikerül őket megfogni valamivel, vagy egyszerűen egyik pillanatról a másikra nem szeretik meg, meg nem kezdik szeretni, akkor kimaradnak.
és az nehéz, hogy folyamatosan ez legyen annyira érdekes nekik, meg érezzék azt, hogy igenis oda akarok menni, amellett, hogy örvendenek, hogy megtanulnak magyarul, de ha ők nem tudnak ezáltal fejlődni, azt ők is érzik, hogy van egy szint, amit elértem, és ha azon nem tudnak felülépni, akkor nekik ez unalmas, és nem jönnek. Igen. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, amit mondott, és hirtelen eszembe jutott, hogy milyen gondolatokkal indul el valaki, aki Tamási Áron szülőfalujából indul el egy olyan helyre, ahol a magyar nyelvet tanítani egy újdonság és nagy feladat. Furcsán néztek örre? Nem néztek furcsán, az én temperamentumomból kiindulva meg. Tehát én az a személyiség vagyok, aki nagyon könnyen bealkalmazkodom, nagyon könnyen barátkozom. Ez nekem nagy előnyömre vált Csíkfaluban. Meg én nagyon szeretem nézni az embereknek a lelkét, és azt ismerni meg, és ez volt az első, ami nekem számított, hogy őket megismerjem. Ha egy gyerek picit másképp viselkedett órán, vagy csintalan volt kis ördögfióka, vagy akár fölmérgesített, és legelsőnek azt szerettem volna megtudni, hogy mi lehet a hátterében. Miért van az, hogy talán két hétig minden órán, tehát órákon nem viselkedik jól, meg nem akar rám figyelni, és biztos, hogy van ennek a hátterébe valami. Onnan tovább, ahogy erre rájöttem, hogy az micsoda, megismertem őket, könnyebben tudtam kezelni, és nagyon-nagyon gyorsan sikerült közvetlen kapcsolatot kialakítani. Mostanra van olyan gyerek, több is, akinél azt érzem, hogy nem csak egy pedagógus vagyok a számára, hanem egy második édesanyja. Megbíznak bennem, elmondanak majdnem mindent magukról. Tudom, hogy éppen milyen lelki állapotban vannak, és a szülőkön is azt látom, hogy ez jó. Tehát ők ezért nem haragszanak, ennek örvendenek. Igen, ez bizalmi kérdés. Én azt gondolom, ahogy mondja, hogy a szülőkkel, és a szülőkhöz is közelebb lehet kerülni a gyermeken keresztül. Igen. Tehát ez oda-vissza működik. Bocsánat. Claudia, mi mindent tanultok egy magyar órán? Mesélj nekünk egy magyar óráról. Hát van olyan, hogy tanulunk írni, mert nem erős tanultuk, mert úgy volt román suliból nem lehet, és nem is volt üdünk, vagy én nem minden nap bírok menni magyar órára, hanem még van, hogy nem menek, de mikor menek, akkor írunk, vagy olgassunk, játék van, számháború, ilyen játékok, vagy táncolunk. Volt Szent Márton napja, ott táncoltunk, meséltünk róla, ilyenek. Szent Márton a legfontosabb szent Erdélyben, tudjuk azt. No, egy kicsit beszéljünk a játékaitokról. Hát ugye arról van szó, hogy szoktatok játszani is. Például számháborút, és így tovább. Melyek azok a könyvek, amit egyébként olvasol már magyarul? Igen. Melyek azok a könyvek, bocsánat, ha néha belelapozol, hogy ami felkelti az érdeklődésemet, ami fontos számodra? Hát, istúrió, azt szeretem Igazából, tehát a könyvekkel kapcsolatban inkább úgy vannak, hogy a Magyar Háznál, hogyha kézbe kerül egy könyv, otthon, Nem minden gyerek olvas, ők folyamatosan támogatóktól kapnak könyveket, viszont nehéz nekik. Én ezt látom, hogy elolvassa, de nem úgy ért meg. Ráadásul más nyelvhasználat van náluk, mint nálunk. Rengeteg szót ők csángósan ismernek, és nem magyarul. És mint más oktatási helyszínen, mi is nagyon vigyázunk arra, hogy megmaradjon az ők nyelvhasználatuk, tehát a csángó nyelvhasználat. Tehát egyensúlyba kell hozni a csángó nyelvhasználatot, a magyart, illetve hát nyilvánvaló, hogy párhuzamot kell állítani, hiszen a román nyelv a jövőjük. Sajnos, igen, teszem hozzá. Igen, meg a legtöbb gyerek Csíkfaluban sajnos nem készül tovább, míg az érettségit sem szeretnék megcsinálni. Ez kicsit problémás, ezen próbálunk változtatni. Meg ami most inkább sarkalta őket az írás olvasásra, a kolléganőmmel, Varga Emese tanítónénivel, aki különben vajdaságból származik,
Most szerveztük meg Csíkfaluban az első Mártonnapi bált, az első farsang temetést, ahol Jánost égettünk farsangi bállal, és volt egy évzáró bálunk. Na most a Mártonnapi bál, a karácsony, a húsvét, a farsangi bálnál voltak a gyerekek felkérve arra, ami nagyon jól sikerült, hogy kutatásokat végezzenek ők. Menjenek el az idősekhez, kérdezik meg, hogy hogy volt valamikor nagyon-nagyon régen az ők idejükben a farsang, volt-e az alatt nunta, ami esküvő, miket csináltak, milyen ételeket ettek, miben volt más, mint most, és akkor próbáltunk egy kicsi régi, egy kicsi újat. Ezt ők nekik magyarul kellett leírni, és végül fel is kellett olvasni, meg tablókat készítettek ezekből, amire szintén ők írtak rá, meg olvastak fel. A népviselet mennyire szokás még? Egyáltalán létezik népviselet, olyan népviselet, amelyet az ünnepeken felvesztek? Igen. Mikor búcsú van, mert most szombaton Szent Mária Magdaléna van, és akkor van most búcsú Csíkfaluba, és minden asszony veszi fel a népviselőt, és így menünk a búcsú misére, vagy jönnek a barátok, találkozunk, eszünk eloskát, ilyeneket. Csíkfalván van magyar mise egyébként? Nincsen. Csíkfaluban sincs magyar mise, sőt igazából Csíkfaluban a csíkfalusi asszonyok csak akkor meg gyerekek is vesznek részt magyar szentmisén, ha Csíksomjóra elmennek búcsúra. Nagyon szép ez a viselet. A Kallós Zoli bácsitól tudom, válaszúton egyébként láttam nemrégiben a hasonló viseleteket. Mennyire tudják a faluban megbecsülni? Például egy ifjú hölgy nyilvánvaló, hogy a modern ruházatot szereti, de mi a különlegesség ebben a viseletben? Beszélj egy kicsit róla. Hát virágok nagyon szoktak, hogy csinálja, hogy teszi, ilyen a névviselikkel legyen virág, vagy ilyen fő, és a fóta, az annak a fóta, és a ruha, ez a ruha nekünk. A kendő a ruha. Igen, azt hívják a ruhának. Igazából, tehát 16 éves korig van a ruha, ami alul a haj kilátszódhat. 16 éves kor után, meg azután is igazából a ruhából ki, ahogy férhez megy egy asszony, onnan tovább nem. Van az ing, ez most pontosan nem tudom megmondani, egy ilyen kis újabb változat, a régi változaton azon sokkal nagyobb virágok vannak. Van a bernécük, és a bernéc az, ami igazából a fatát, az inget oda erősíti a hashoz. Van a fata, ami 16 éves korig van, térdig érhet, de térden felül nagyon nem. 16 éves kor után van a katrinca, ami egy vastagabb posztó, térden alul ér. És a csíkfalusiaknak nincsen gyöngy a nyakukba, ők nem használnak ékszereket a népviselethez. Tehát a csángó viselethez hozzátartozik szerves része, itt pedig nem. Eljöttek, megkapták a meghívót. Hadd ne kelljen elképzelnünk, hogy mi történt utána, miként készültek erre az útra. Hiszen ahogy tudom, ott nem jártak még Székesfehérváron, bizonyosan nem. Mit gondoltál először? Hogy mi? Igen. Mi fogad itt téged, titeket? Mire gondolt rá, amikor hallottad, hogy jövünk? Hát úgy gondoltam, hogy önök lesz mazőrve, mert távol így, de és sok tánc lesz, úgy gondoltam, inák, ilyenek. És mikor idejöttem, láttam a kábánokat, mert pedig a táncot, táncolunk este, és ez nagyon szép tetszik. Örülök neki. Miként készítette fel a gyermekeket? Valóság az, hogy a ismerkedős, barátkozós időszakunk után picit nehéz volt őket rávenni arra, hogy énekeljünk, táncoljunk. Úgy érzem, hogy ennek az évnek a legnagyobb sikere az volt, hogy év végére kezdték meg szeretni a népdalokat, kezdték meg szeretni a táncot. Most már nem kell úgy kérni őket nagyon, hogy fölvegyék a népviseletet, automatikusan jön, kezdik értékelni és felfogni, hogy ez mit jelent az ő számukra. Népdalokkal készültünk,
meg verssel igazából. Megpróbálkozunk talán még tánccal. Jól van, így legyen. Beszéljük egy kicsit az álmokról, így búcsúzóul. Mesélj nekünk az álmaidról. Mondj egy olyan álmot, amit szeretnéd, ha mindenképpen megvalósulna. Pedig én akarnák, hogy mikor felnőtt leszek, hogy jövök itt Budapesten, és itt ülök lesz. Mert az a nyelv is, az a ország tetszik nagyon nekem, és ezért akarok. És az emberek nem olyanok, hogy pedig Romániában, amikor hallnak, hogy csángó vagy, vagy ezek, akkor nem erős beszélnek, vagy akkor csángó vagy. De itt pedig, mikor valaki hall, hogy csángó vagy, akkor jöv veled, beszél, kérdés, és ez nagyon tetszik nekem, és azért akarok így élni. Legyen így. Ahhoz még nagyon sok időnek kell eltenni, illetve már nem is olyan sok, hiszen 16 esztendősen már lehetnek olyan álmait, amit meg is valósulnak. Köszönöm szépen, és Evelyn megtalálta azt a helyet, ahol szívesen él? Nagyon szerettem, viszont nekem sajnos egy év múlva haza kell menni. És abban reménykedem, hogy azt érzem, elindult valamit Csíkfaluban, a kolléganőm marad, ez örömmel tölt el, és abban reménykedek, hogy ezt a valamit, amit sikerült elindítani, amit sikerült, hogy elkezdjünk építeni valamit, és összeszedni egy nagyon jó csapatot, egy nagyon jó kört, akik talán tovább vihetik a magyar csángó nyelvet, majd a helyembe olyan, tehát olyan személy veszi át tőlem, aki tényleg ezt tudja és szeretni szívvel, lélekkel csinálni, és tud maradni sokáig. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, köszönöm László Klaudiának és Lázár Evelinnek, hogy megtiszteltek bennünket. Én azt hiszem, hogy ahogy elkezdtük ezt a beszélgetést, minden székesfehérvári számára nagyon fontos, hogy itt vannak velünk, és megmutatják, hogy igenis fönt Moldvában, Bákó megyében is él még a magyar nemzet, a magyar nyelv. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Minden jót kívánok, viszontlátásra!